Erre most, erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nem szálas. Nem számítok arra, hogy ez rossz lesz. Tehát így nagyon-nagyon bízom benne. Főleg a múlt heti kóstolás után nagyon bízom benne, hogy ez jó ízű lesz. Sziasztok! Megjöttünk egy újabb kóstolóval! Hello, sziasztok! Kellemes szombat estét mindenkinek! Itt egy újabb kóstoló. Bizony, valami érdekességet fogunk kipróbálni, mégpedig a kakit. Ez a neve? Az egyik neve egyébként. Otthon is láttam már néhány üzletben, itt Angliában egy elég gyakori gyümölcs, viszont soha nem kóstoltuk még meg. Ez egy több mint 2000 éve kultivált gyümölcs Ázsiában egyébként, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szerették már nagyon-nagyon régen is. És az az egyik neve, hogy kaki, tényleg. Csak ugye náluk más jelent. Igen, más jelent náluk a kaki, de így van kiejtve, ez a kiejtés formája neki a kaki. Kaki. Utána néztünk Wikipédián, mert ő mindent tud. Igen, igen. Egyébként a magyarul Datolya Szilvának hívják, ami egy, megint egy elég fura név. Én szerintem láttam ezt a magyar boltokban. Igen, magyar boltokban is lehet látni, Tesco-ban láttam most legutóbb, amikor otthon voltunk. Elég drága, viszont mi most megkóstoljuk és eláruljuk, hogy milyen íze van. Kóstolják már is. De tök jól néz ki egyébként. Egy kicsit viaszosnak tűnik a külső héja. Én kemény héja van. Lekvárokba, kompótokba használják gyakran, ilyen turmixokba, de így magában is megeszik. Azt mondják, hogy elég erőteljes íze van, egyébként édes. Hát ilyen szóval a fa az ilyen almafa féle, amint elem. Úgy néz ki, mint egy almafa egyébként. Igen, ahhoz hasonlítják nagyon. A gyümölcse, nem tudom, láttam együtt. Szóval láttam együtt paradicsommal is már képen, meg ilyenekkel, olyan fura. Fura lesz a gyümölcse. Nem láttam, szóval képen láttam még a gyümölcsét, úgyhogy ezt így vágjunk szét egyet, viszont hozzá. Nem, egyféle elég lesz perhő. Igen. Egyébként szimplán csak így félbevágod és kikanalazod. Az a legegyszerűbb fogyasztási módja. Oké, okay, az alján ez a cucc, ez kemény. Igen, a modern, hogy szokták csak így egészbe is szervírozni, csak leveszik róla a leveleit, a zöld leveleket. Úgy néz ki, mint a Szilvának a húsa egyébként. És a Szilvára is Szilvás. Mit tudjátok? Tényleg úgy néz ki, mint a Szilvának a húsa. Nagyon jól néz ki. Lol, és az illata is olyan, mint a Szilvának. Aha. Csak kicsit gyengébb, nincs annyira erős illata. Érdekes lesz, az biztos. Wow. Kíváncsi vagyok rá. Kíváncsi váltett egy gyümölcs illata, megmondom nektek őszintén. Két talán ezzel? Igen, mind a kettővel is. Erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nem szálas. Nem számítok arra, hogy ez rossz lesz. Tehát így nagyon-nagyon bízom benne. Főleg a múlt heti kóstolás után nagyon bízom benne, hogy ez jó ízű lesz. Édes nagyon. Ez egy falat olyan semmilyen. Nekem olyan ér. Ön cukrot menné. Kicsit szálas a húsa, mint a mangónak, vagy mint éppen az a tojának egyébként tényleg. Az első nem tűnt ilyen szálasnak amúgy. Érdekes. Nem úgy íze? Volt, aki úgy írta le, hogy fűszeres íze van, hát rohadtul nincs. Egyébként nagyon sok fajtája van. Rengeteg féle különböző fajta ilyen kaki gyümölcs van. Jó, mint almából is van 2 millió fajta. Gondolom, ahány ház annyi szokás. Valószínűleg fajtától is. Egyébként egy picit a sárga barackra emlékeztet az íze. Olyan, nem is tudom, olyan fura, olyan semmilyen, nekem olyan, csak ilyen cukornak érződik. Édes, az biztos, hogy édes. Nagyon édes, nagyon-nagyon édes. De eléggé jellegtelen egyébként. Egyáltalán nem rossz, tehát ne értsétek félre. Nagyon jó, olyan, az semmilyen ízű nincs nekem. Szerintem az a, nem rossz, csak olyan, tudod, az a... Nem tudom azt mondani, hogy na, ilyen íze van a kakinak. Hanem olyan... De, ilyen íze van a kakinak. Jellegtelen, tényleg az valószínűleg a legjobb leírás. Ilyen, meg lehet tenni. Meg. Kicsit viaszos, de meg lehet tenni. Mind amikor az almaia kb. Helye az almaia.
nem is tudom, olyan cukros, mint a legédesebb sárga dinnye. Az sárga dinnye, az a sárga dinnye. Az a nagyon-nagyon édes sárga dinnye. Az a nagyon-nagyon-nagyon édes sárga dinnye. Arra hasonlít egyébként a cukrossága. Meg egy picit az állaga is, a húsa olyasmi, mint a sárga dinnyé. Mm-hmm. Nem annyira leves, egy picit szárazabb, meg szálasabb. De az olyan elég leves. Szóval... De elég leves, tehát így ahogy kanalazom. Így azért kicsúrva belőle egy kicsit, nem. Azért csöpök belőle. De rettentően édes. Minél többet teszek belőle, annál édesebb, és egy kicsit talán csömör is már a végén. Igen, csömör édes, az biztos. Fogjatok egy jó édes sárga dinnyét, öntsétek le mézzel. Kb. Olyan ízt kaptok, ja. És kb. Olyan ízt kaptok. Annyi, hogy a sárga dinnyének elég jelezetes íze van. Ahogy haladok a héjja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 j
Igen. A híja mentén a legédesebb. Érdekes, nem örülök neki, hogy megkóstoltam. Nem gondoltam volna, hogy ennyire finom lesz. Féltem tőle. Igen, főleg a múlt egy tapasztalat után, de hát így lol. Ez jó, ez jó, ez... Ez a kaki, ez finom volt, gyerekek. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt is szereti a kakit. Na jó volt. Jó. Féltem tőle, de... Kakira fel. Ez megér egy próbát. Egyébként szerintem tök jól néz ki, ez olyan kis... Olyan kis cuki gyümölcs. Igen, szerintem is. Azt kell, hogy mondjam. Ugye mi ezt egy kifejezetten ázsiai boltban vettünk. Vagy vettük, amit ugye tennap találtunk meg egyébként, és ezt is szerelmes, úgyhogy rengeteg fura dologgal készülünk még. Sőt, sikerült beszereznünk egy olyan valamit, nem lövöm le a point, amit már amióta van a kóstoló, azóta szeretnénk megkóstolni, és ugye nem tudtunk beszerezni, mert nem szállítják ki itt Angliában, és ott csücsült a polcon, és csak így random megtaláltuk is. Lesznek még egy nagyon érdekes dolgok. Kóstolunk majd még gyümölcsöket is, zöldségeket, ezt, azt, amazt. De ezt a gyümölcsöt tényleg egy egyszerű nagyobb áruházban, Tesco-ban, vagy én otthon metróban is láttam, be tudjátok szerezni. Kóstoljátok meg, érdemes. Szerintem. Nagyon-nagyon finom. Ugye, mint általában Ázsiában minden egyes dologhoz társítanak valamilyen jótékony hatást, azt mondják, hogy ez például hátfájdalomra, fejfájásra, migrénre, és mesterházas görcsökre nagyon jó. Nem tudom. Ezt én soha nem tudom. Egyik sincs, úgyhogy így nem tudom, de finom. Az biztos, hogy próbáljátok ki. Tényleg, javaslom. Bizony. Kakira fel, gyerekek! Kakira fel! Na, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Remélem tetszett, amit láttatok. Ha igen, nyomjatok egy lájkot. És hogyha szeretnétek még ilyet látni, akkor iratkozzatok fel, és ne felejtsetek el megnyomni egy kis harangocskát is, mert akkor megkapjátok az értesítőt, amikor felkerül a következő videónk a YouTube-ra. Heti 7 videóban várunk benneteket egyébként, úgyhogy van mit nézni bőven. Úgy bizony, ne felejtsétek el, hetente 5-től szoktunk live-olni Twitch-en, szombatonként 1 órától főzősó, a 7-4 napján pedig délutánonként játszani szoktunk. Beosztásunkat megtaláljátok a Discordunkon, Facebookunkon vagy a Twitchünkön. Gyertek, szeressetek minket, keressetek minket. Legyetek jó, szabatiszták! Sziasztok! Hello, hello! Nem bocsikul. Meg is ettem mindent? Of course! Aztán mindent. Pincsi. Azt hittem, hogy csömöréles lesz nekem nagyon. De ez valahogy eteti magát. Jóféle, persze. Szerintem megeszem a másikat is. Ennyi.